Motoros fűrésztől volt hangos tavaly ősztel a sóstói erdő. A 100-120 éves tölgyfák elérték azt a kort, amikor biztonsági okokból ki kell őket vágni. A fenntartó Nyírerdő ZRT munkatársai két helyszínen, egyenként néhány hektáros területen végezték el a fakitermelést. A héten nem láncfűrésztől, hanem a traktor zajától volt hangos a múzeumfaluhoz közeli erdő. Egy 3,3 hektáros területen kezdte el a fásítást az állami vállalat. Csak nem 30 ezer csemete kerül a napokban a földbe. A fakitermelés ősszel elvégeztük, a faanyagot leszállítottuk, vágástakarítást végeztünk el, utána a talajelőkészítés következett, a ott lévő tuskókat kiemeltük, azokat eltávolítottuk a területről, talajelőkészítettük, szántattuk a területet, és most következett el az ideje, hogy az erdőfalítást is elvégezzük. Mivel sóstói erdőről van szó, a fő fafajunk még mindig a kocsányos tölgy, ennek megfelelően elsősorban kocsányos tölgy csemetét ültetünk. Hát a bő 3 hektáron több mint 30 ezer csemetét fogunk elültetni, ebből 22 ezer tölgy, de azért emellett az elegyítés elérése érdekében madárcseresznyét, vadkörtét, kislevelőhásat, ezüsthásat is ültetünk. A tavaly őszi fakitermelés során az erdészek hagytak néhány facsoportot azért, hogy azok jelezzék a túrázóknak, milyen erdő volt itt korábban. Az erdészeti igazgató azt mondta, most szomorú a kitermelt erdő látványa, de évek múltán újra bezöldül a terület. Erdőben sétálónak, kerékpározónak úgy gondolom, hogy tényleg nagy hatás az, hogy egyszer volt egy nagy erdő, amiben sétált, utána pedig egy időre eltűnik. Sajnos ennek nincs más módja itt a sóstói erdőben, önmagát felújítani nem képes az erdőterület, mindenképpen ilyen mesterséges úton szükséges ezt elvégezni. Időjárásra vagyunk egy picit bízva, akár már 5 év múlva is olyan méretű lehet ezen a területen a kis erdő, hogy embermagasságú csemeték legyenek, de mondjuk 10 évig is eltarthat, és utána pedig szépen növekszik. Azért a sóstói erdőben vannak már idősebb erdőfajtások, azokat ha nézi az ember, látja, hogy szépen halad, szépen növekszik, és 100 év múlva itt 100 éves tölgyes erdő lesz, és ahhoz, hogy ez tényleg így legyen, most kell elültetnünk ezeket. A fásítási programot napokon belül befejezik a sóstói erdőben. A munkákra csak nem 4 millió forintot fordított a Nyírerdő ZRT, amelyet saját forrásból finanszírozott az állami cég.